elkészült az új csarnoképület Mohácson a közforgalmú kikötő építésének első ütemeként. Kezdetben az 5 milliárdos projektet a kormány 2,8 milliárddal egészítette ki, ám a tervek átalakítása és az anyagárak emelkedése miatt végül 9,3 milliárd forintból épült fel az ingatlan. A kisebb épületben a kiszolgáló létesítmények, szociális blokkok és az administratív feladatokat ellátó irodai helységek kapnak helyet 245 négyzetméteren. A nagyobb építményben pedig munkagépeket eszközöket fognak tárolni, mint egy 800 négyzetméteren. Az ünnepélyes átadón Hargita János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Mohács egy logisztikai bázis és egy közlekedési csomópont is lesz, hiszen további fontos beruházások is zajlanak a térségben. Igazán szépen is látványosan épül a az autópálya, végre dél felé lesz egy kapunk, kinyílik a világ, és az a a mohács térségi gazdaságot is ösztönözni fogja, mohács logisztikai szerepét igazán, ez a, emellett a beruházás mellett az autópálya beruházás teszi térképre. Emellett egy szintén nagy volumenű fejlesztést is kiemelt a politikus, ami további növekedést idézhet elő a térség gazdasági életében. Ugye a kormány is egyértelműen elkötelezte magát Szeged-Pécs összekötése mellett, ez racionálisan csak egy nagy... Mohácsi Dunahídon keresztül történhet meg. Ugye azt késztényként lehet most is rögzíteni, hogy amikor mi itt beszélünk a kikötőbe, akkor tervezőasztal mellett dolgoznak a tervezők, a kétszer kétsávos Dunahíd tervei készülnek. Kapcsolódva a közlekedési fejlesztésekhez pedig Hargita János kiemelte, hogy a közforgalmú kikötő is hamarosan elkészül. 2023. december 31-e ugyanis a határidő, ám a kivitelező ígérete szerint már fél évvel előbb befejezik a hajópihenő építését.